rossz. Gőg mellett próbálkozik. El is húz orosz. Illés 1-0. A 14. percben Illés Béla megszerzi a vezetést az MTK-nak, de a gólban elévülhetetlen érdemei vannak Orosz Ferencnek is, aki remekül adott be a bal oldalról. Kenesei váltás Zimmermannnal. Nem volt kint, Farkasházi még a vonalon érte el, Orosz. Kenesei bújhat ki, nagyon jó labdát kapott Orosztól, jól is adta vissza, még tovább, Illés, gyönyörű gól! 2-0 a 19. percben, ismét Illés, de előtte ez a támadás álomszép, sakmat helyzet Illés Bélának. Gőg. Tisztára játszotta magát, Bayer. Három MTK játékos gyűrűjében megpattan, és így szépít az Eto. Vájer lövése megpattan az MTK védők lábán, és a 31. percben szépítenek a győriek. 10 perc van hátra az első fél időből, MTK szöglet. Halmai fejeli le, Kuttor megállíthatta, lekezelhette, és csak be kellett volna emelnie a győri kapuba, helyette azonban mellé rúgta. Fodor a bal oldalról. Az eddigi háromszögletet a jobb oldalról rúgta a győr. Mracskó! Hihetetlen nagy gólt rúgott kapásból. A szögletet ívelte föl Fodor. Mracskó pedig minden állítás nélkül bebombázta a kapuba. Szamosi, Halmai, Kenesei kérik a labdát az MTK játékosai. Kenesei, ez nagy szóló volt, Orosz, Kenesei ráfordul, kipattan, Illés, még mindig ő gól! És nem adja meg Juhos. A kapus támadásáért, már ezt ilyen messziről nehéz megállapítani a mozdulataiból, ezt vélem felfedezni, és Illés pedig hiába reklamál. 21. perc a második fél időben, jelentkező bőven van erre a győri szabadrugásra. Kemény lövés, kipattan, Vájer, 11-es, ha persze szükséges. Mert így már nem az. És Babos pedig piros lapot kap. Rabócki Balázs már is vetkőzik, hiszen kaposra szüksége van az MTK-nak. És így ez egy kényszerű cserével lehet elérni. Kenesei. Halmaira most nem figyeltek. Puglics, ez szép szerelés volt. Kenesei, ez óriási gólhelyzet, oldalháló. Szaladzsán. Tartja a labdát, és ezzel értékes másodperceket szerez. Vájer. Ő viszont már lassan helyzetben. Vájer, jó lövés, gól! A csattanó. Fehér gólja után Vájer is betalál, és 4-2-re vezet 2 perccel a mérkőzés lefújása előtt a győr. És mindez 0-2-ről a győriek szempontjából.